Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a Solan Stone című játéknak a egyszemélyes végigjátszását fogom bemutatni. De mielőtt elkezdenénk, kérlek kapcsolatok a videónak Lingon feliratot, mely a játék során elkövetett hibákat tartalmazza. Na, lássunk is hozzá. Amint azt látjátok, a setup az megvolt, ugye? És még mielőtt elkezdenénk, egy ö, olyannal leszek adós, hogy majd a hajót kezdeti sérülés fogja érni. Ezt majd a sérülés pakliból mindjárt ki is húzzuk. Vagy talán lehet, hogy jobb is, ha most megtesszük, és akkor utána mondom a szabályt, hogy, nagy, hogy tisztában legyetek, hogy azért hogyan fogjuk ezt játszani. Felcsapjuk a sérülés paklinak az utolsó két kártyáját. Ugye ezek, ahogy emlékeztek a setupból, ezek hármas sérülések, és mindegyik szobából a legtelső kockát kell mindig levenni, ami még elérhető. Tehát például itt az Engine Room, akkor ez sérül, leveszünk egyet. Akkor ott van a fegyvertár, az ármori, abból is leveszünk egyet, vagy a cargo hold, hol van? Itt a raktér, abból is lekerül egy. Akkor van itt a medical bay, orvosi szoba, orvosi szoba az itt van, onnan is leveszünk egyet. Megint a cargo hold, láthatjátok egyébként, hogy a kezdő sérülésnél egy szobát maximum két sérülés érhet. És a messhor, a kantin. Na. Hát így néz ki a így néz ki a kezdő a kezdő sérülés. Ezt a két kártyát nyugodtan tegyük ide, ez lesz majd a dobópakli. És most, hogy ezzel megvoltunk, ez a whole Bridge kártya, ez ide kerül alulra. Abban az esetben fog csak kelleni, ha esetleg nem fejeznénk be a játékot, mire ezen a, ezen a sérülés paklin végig mennénk. Ezután majd ennek a Hull Bridge kártyának az instrukcióit fogjuk követni a sérülés helyett. Na. A játékban az a cél, ugye, hogy már meséltem, sikerült elmennünk egy olyan nap mellett, amely éppen napkitörést produkált, és ez a napkitörés megrongálta a energiamagot, amely leállt, és nekünk ezt az energiamagot magot kell újraindítani. Na, ahhoz, hogy ezt újraindítjuk, minden egyes szobából, ugye, hogy az a filmekben is mindig lenni szokott, gyorsan el kell rohanni, és át kell irányítani az energiát a energiamagba. Na, de hogyan fogjuk tudni ezt megtenni? Nézzük ennek a módját, úgyhogy mutatom is az akciókat. Azt mondja, hogy a játék majd három fázisból fog állni. Az első fázis, az maga, az akciófázis, ahogy azt láthatjátok. Minden egyes kis mipölömmel, tehát kis űrhajósommal, hát szerintem lehet, hogy érdemes lenne elnevezni őket, mert hát olyan furán fog, így csak így így utalgatok rá. Legyen mondjuk úgyis a pirosa kezdő, legyen piros kapitányunk. E, ugye régebben, nem tudom, megfigyeltitek e elég sok filmben, aki így megmentette a világot, vagy valamit, sok John volt, legyen ő is John, ugye? Ha emlékeztek például John Rambo, John McLean, és még egyébként biztos, hogy sorolhatnánk párat, hogy legyen John a kapitány a piros. Akkor lehet, hogy a kék az, az lehet, hogy csak simán legyen doktor. Igen, egy kis doktoros. Ő lesz doktor. A fekete pedig, ha jól látom, egy, egy mint egy pisztolyt fogna, már nem tudom, hogy mit akarik egy pisztolyjal kezdeni, miközben javítani kell a hajót, de akkor biztos egy biztonsági főtiszt lehet, akkor ő lesz euh, Bob a biztonsági főtiszt, bár nem vagyok benne biztos, hogy ő nem -e lány, bár nem tudom. Minden esetre most nekünk ő Bob, a biztonsági főtiszt. Na, akkor a akciók a következők. Ugye tudunk mozogni. Pontos, hogy három akciónk van. A mozgás az úgy néz ki, hogy, hogy megyünk egyet, vagy jobbra, vagy balra, vagy fel, vagy le. Tehát egy szomszédos szobába lehet átmozogni, de átlósan nem lehet. Tehát ez egy akció, egy mozgás. Ez még egy akció. Úgyhogy egy mozgás, egy akció. Azután van nekünk a Ripper Room, vagyis a szobáknak a javítása. A szobák javítása az úgy fog kinézni, most megnézem, min van. Jó, van egy univerzálisom. A szobák javítása úgy néz ki, ugye, hogy itt oldalt láthatjátok, hogy milyen erőforrásról került le a kocka, és egy akcióért, ha eldobjuk azt az erőforrás kártyát, akkor visszahelyezhetjük azt a kockát. De nagyon fontos, hogyha most Bobbal idejönnék, ugye egy két erőforrást kéne javítani, az két külön akció lenne. Tehát például most ezzel az univerzálissal meg tudom javítani a fémet, majd pedig egy energiával a másikat. És ez összesen ugye egy, kettő, három. Úgyhogy ez fontos, hogy a javításnál azok külön akciók. Akkor az az utáni akció, amikor aktiválunk szobát. A szoba aktiválása az csak akkor lehetséges, hogyha meg van javítva. És akkor minden szobának van egy speciális hát képessége, speciális akció, amit végre tudunk ott hajtani. Ezt majd mindjárt elmondom, amikor mielőtt elkezdjük majd a játékot. Most még menjünk végig az akciókon. Aztán van olyan, hogy ez a Divert Room Power, tehát amikor átirányítjuk az energiát, ez az szükséges elő, egy elsőnek, hogy a szoba az mindenképpen ö, javítva legyen. Tehát egy épp szobában kell lenni. Például, ha mondjuk ide jövök a a Repair Centerbe, tehát a javító központba. Ugye ez teljes mértékben egy épp szoba. És itt a bal oldalon láthattok szintén három erőforrást, viszont fontos, hogy azt a három erőforrást egyszerre kell eldobni. Tehát jelen esetben, ha jól látom, azt most megint csak egy univerzálisra tudnám, ami mondjuk lehetne adat, ott van nekünk egy energia, meg kell egy nanobot. Tehát ezért a háromért egy akcióért átirányíthatjuk onnan az energiát a energiakorba. Úgyhogy ez ilyenkor megy a dobópakliba. Miután ez megvan, egy ilyen kis tokent ráhelyezhetünk a szobára, jelezve, hogy itt már megvan az energiátirányítás. Egyébként ennek egy nagyon hasznos előnye még, hogyha a szoba sérül, és tételezzük hogy az összes kocka lekerül róla, ekkor még egyébként nincs vég a játéknak, majd mindjárt elmondom, hogy a játéknál ö, mi az, amikor veszítünk, még ha három kocka lekerül, az még éppen éppen elfogadható, viszont ha rajta van az a energiaellátás, tehát már átirányítottuk az energiát, abban az esetben elég csak egyetlen egy kártyát eldobni, valamelyik erőforrást, az általunk választottat, és az egészet visszarakhatjuk, tehát az egész szobát rögtön meg tudjuk javítani. Úgyhogy érdemes azért azzal sietni. Na hogy ez így néz ki. Bob visszajön. Következő akciónk, ez a scavenge, ami hát ilyen guberálást jelent. A guberálás az úgy fog kinézni, hogy azt láthatjátok is. Dobunk majd ezzel a kockával, és annak függvényében, hogy hanyas dobunk, hát ugye itt bejön a szerencsefaktor, a ugye 3, 4 és 5 esetén egy kártyát, hatos esetén két kártyát kaphatunk. Ez úgy néz ki, hogy vagy a, itt a kínálatból vehetünk el, vagy pedig ebből a pakliból húzhatunk. Amint húzunk innen egy kártyát, azt rögtön ki kell újra félelni, tehát újra egy újabbat ki kell raknunk. Van ez a Share Resource, na ez egy érdekes akciója játéknak, ugyanis ez nem úgy működik, ahogy általában szokott, ugyanis egy személyes játéknál csak egy, pakt, egy, egy ilyen, hogy mondják ezt, ugye kézben tartott lapunk van. Tehát nem az, hogy hárman vagyunk, és akkor mindenkinek van saját lap a kézben, ugye erőforrása, nem csak egy. És innentől kezdve ez azt jelenti, hogy nem nagyon van értelme ugye a megosztásnak, mert a megosztásnak az lenne a lényege, hogy valakinek adunk, vagy valaki nekünk ad, vagy elveszünk. Itt a többszemélyes játéknál, ezt, ezt, úgy fogjuk megoldani, hogy, hogy a cserét a felfordított lapokkal tudjuk végrehajtani. Viszont ennek az a feltétele, hogy az aktív ö, játékos jelölőnk, tehát a aktív meeple, akivel éppen lépünk, az egy olyan szobában legyen, ahol van egy másik meeple. És ebben az esetben egy akcióért kicserélhetünk egy lent lévő kártyát. Tehát ez egy akció a csere. És az utolsó akció, hát hogyha azt lehet így akciónak mondani, mert azért az nem is igazán akció, nem vagyunk kötelesek mind a három akciót felhasználni. Lehet, hogy nem is tudjuk úgy, ér, mondjuk úgy, hogy értelmesen. Ebben az esetben elvehetünk annyi ilyen plusz egy tokent, ez ilyen akció token, amennyit nem használtunk fel, ráhelyezzük a kis, a kis segédkártyánkra, és ez azt jelenti, hogy a következő körben ez egy plusz akció lesz azon a hárman felül, amit alapból kapunk. Tehát itt el lehet menteni akciót, aminek egyébként sokszor van komoly stratégiai megfontolás, hogy akkor most, most inkább nem, nem csinálunk semmit, hanem várunk még. Na, ez lesz az első fázis. Aztán jön a második fázis, majd amikor is erőforrásokat kapunk. Erőforráshoz úgy jutunk, hogy ahogy ezt láthatjátok, vagy egyet, a felfordított lapok közül húzhatunk, vagy kettőt a pakliból. Ennyi. A harmadik fázis pedig a sérülés, tehát amikor ugye a hajót sérülés éri, itt felfordítjuk a sérülés paklinak a legfelső lapját, és azt a szobát, amely a sérülés, vagy szobákat, amelyek szerepelnek a sérülés lapon, azokat, azoknál ugye a legfelső kockát az adott sávon, le, levesszük. Ezáltal sérül a hajó. Na most, a játékban akkor nyerünk, hogy ha az összes szobában átirányítjuk a energiát, és az egyik emberünkkel ezután ide tudunk jönni az energia maghoz, és végre tudjuk hajtani egy akcióért a szobának a képességét, ami egyébként az, hogy, hogy reaktiváljuk az energiamagot, tehát újraindítjuk az energiamagot, ekkor nyerünk. Mikor veszítünk? Hát veszíteni akkor fogunk, hogyha bármelyik szobát olyan, ö, olyan ö, sérülés éri, hogy ö, már nem, hogy le kéne róla venni kockát, de már nem tudunk. Tehát például, ha a cargo hold, vagyis a rakteret éri még egy sérülés, ez még belefér, de ha ezután még egy sérülés érni, tehát nem tudnánk róla levenni kockát, onnantól kezdve akkor vége, mert akkor a hajót olyan sérülés ért, amitől megsemmisül és akkor veszítettünk. Vagy a másik, amikor veszítünk, az az, amikor ez a erőforrás kártya elfogy. Tehát abban a pillanatban, hogy üres lesz ez a pakli, teljesen mindegy, hogy még itt vannak kártyák, meg a kezünkben vannak kártyák, amint ez a pakli kiürül, tehát az utolsó lapot is felhúztuk, akkor vége a játéknak, és ha nem nyertünk, hát akkor veszítettünk. Na, ez így néz ki, úgyhogy azon gondolkodom, hogy elmondtam-e mindent, talán még egy dologgal vagyok akkor adós, hogy menjünk át a, a, szobákon, hogy, hogy milyen képességek vannak, hogy milyen akciókat tudunk a szobákkal végrehajtani. Na hát itt az engine room, hogyha meg van javítva, akkor tudunk csinálni egy olyat, hogy, hogy elvehetünk egy bármilyen erőforrás kártyát a dobópakliból, amit majd ide fogok mindig dobni, a dobó pakliból, de cserébe a legfelső lapot az erőforrás, erőforrás, pakliból majd ki kell dobni. Akkor a Repair Center javító központba azt mondja, hogy megjavíthatunk egy szobát, egy általunk választott szobát, tehát távolról hajthatunk végre egy javítást, tehát egy akcióért ugye egyet, akkor a legénységi szállás, az nem más, mint elmozgathatunk egy meeple egy olyan szobába, ahol nincs másik meeple. Tehát az végét az egész jó. Egész jó. Nézzük tovább. Medical Bay, orvosi szoba. Két akciót feláldozva adhatunk valakinek három akciótokent. Aha, sőt, ha jól értem, három akciótokent adhatunk bármely másik játékosoknak. Tehát a lehet, hogy meg is tudjuk osztani, hogy valakinek egyet, valakinek kettőt, ugye, mert a több számot ér, egy két akcióért. Ez nem is olyan, ez sem olyan rossz egyébként. Ugye az energiamagról már meséltem, az akkor van, amikor már mindenhol átirányítottuk az energiát, és akkor idejövünk és aktiváljuk, akkor győzünk. A kantin, a mess hall, azt mondja, hogy give, take or exchange resource card. Ez a, ez a csere akciót fogja megengedni nekünk, akkor is, ha nincs mellettünk senki. Tehát, ha itt van valamelyik miépülünk, valamelyik akkor egyszerűen csak egy akcióért tudunk itt cserélgetni. Tehát nem kell mellette lennie senkinek. Van a bridge, ugye a híd. Megnézhetjük a három legtansó sérüléskártyát, és visszatehetjük őket bármilyen sorrendben. Ó, nem is rossz. Itt már gondolom egyre jobban egyre jobban ugye jönnek elő a pandemikes élmények sokaknál, hát nem lepődöm meg, főleg, ha megnézzük a következő kártyát, a Cargo Hold, vagyis a rakteret, megnézhetjük az erőforrás paklinak az öt legfelső lapját, és bármilyen sorrendben visszatehetjük. És végül, de nem utolsó sorban a pegyvertár, az ármori az azt csinálja, hogy lehelyezhetünk két ilyen protection token tehát ilyen védő jelölőt bármely szobákra, tehát akár két különböző szobára is, vagy egyre kettőt, és ez a jelölő addig maradott, amíg ugyanaz a meeple, amíg letette, újra sorra nem kerül. Tehát ez nagyon fontos. Ez egyébként úgy fog kinézni, hogyha én most leteszem ezt a kettest, teljesen mindegy, hogy hova, akkor, akkor ezt a kettes kártyát ki kell vennem, és oda kell rakni ahhoz a karakterhez, aki lerakta, és akkor innen fogjuk tudni, hogy melyik karakter rakta le, ha éppen több karakter is rak le ilyet. és amikor újra ő van soron, akkor megnézzük a kártyáját, hogy hol a kettes, akkor az a token lekerül, és nyilván akkor a kártyát meg eldobjuk. Tehát ez a kártya igazából ilyen, ilyen jelölőnek lesz nekünk most. Na, Na most, hogy végignéztük, szerintem kezdjük is, akkor megvan a kezdő, a kezdő sérülés, most már tényleg csak az a lényeg, hogy győzzünk Na nézzük, mit tudunk csinálni. Oda kéne két adat, de nekünk nincs adatunk. Azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy. Ott se tudunk semmit. Lehet az első körben még csak így helyezkedni kéne. Okosan. Okosan kéne helyezkedni, vagy pedig megnézni, hogy mi az, amivel azt mondja, hogy a, szerintem a Ripple Center az mindenképpen egy, egy olyan dolog lesz, ami hasznos, úgyhogy én most tehát azt mondom, hogy a kapitányjal, vagy a kapitány, hát igen, a kapitány jön, azt itt ezek a lentiek azok, amik kritikusak. Menjünk a kapitányjal ide, az egy akció, és ezt a két akciót áldozzuk fel azért, hogy adjunk három tokent a többieknek, és én szerintem lehet akkor, 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 akkor. Adjunk kettőt a Dokinak, meg egyet Bobnak. De meglátjuk, hogy mit kezdenek vele. Most úgyis majd a Doki jön, lehet, hogy ide kéne jönnie. Miután ezzel meg vagyunk, tehát ennyi volt gyors három akció. Ugye erőforrást kapunk. Ugye most jön a, ide raktam, direkt úgy raktam itt a kártyákat, hogy ezen láthatjátok az akciókat. Itt meg a fázisokat, nem tudom mennyire látszik még a kettes fázis, ugye húzhatunk kártyát, vagy onnan kettőt, és szerintem van nekünk hat kártyánk, húzzunk kettőt, és akkor azért mégiscsak több mindent lehet. Aha, egyedül fém nincs, de az nem baj. Na nézzük, most jön akkor a, a doktor. Szerintem a doktor az mindenképpen, már hát igen, az a baj, hogy ott nem tudjuk azt eddig megjavítani, Viszont adat, lehet, hogy a azt mondja, hogy olyat kéne, akkor már megjavítani lehet, ami, ami hasznos, de az is kell fém. Akkor lehet, hogy oda fel kéne menni. Mert oda viszont van mindenünk. Akkor lehet, hogy a doktor uh jöjjön ide fel. És az amúgy szerintem egy kulcsfontosságú szoba lesz, ugye a, javítóközpont. javító központ. Ugye nem kell semmi más csinálnia, mint egy akcióért eldobnia egy adatot, egy energiát és egy nanobotot, és miután ezt megtette, ja, bocsánat, 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 még, még mielőtt bármit is csinálnánk, elfelejtettem a, az, hogy itt sérülés érje a hajót, ugye a harmadik fázis, a mess hall, a kantint. Jó. Na most jön a doktor, ezt majdnem kifelejtettük, de ettől függetlenül szerintem a doktor továbbra is fel fog menni, Eldobja ezt a három kártyát, és ezáltal átirányítja az energiát a, a repair centerből a magba. És akkor ez neki ugye egy-kettő erőforrás, vagy akció volt, és akkor most, most esetleg lehetne neki még javítania, mert most már ő képes távolról, pontosabban eddig is képes volt, mert a szoba az épp volt, hogy még egy akcióért legalább. Én szerintem ezt mindenképpen megjavítja a volt Így idejön. Jó. És ezt a kettőt szerintem tartsuk meg, mert az még, az még jó lesz. Vagy pedig, vagy pedig azt mondja, hogy talán guberáljunk egyet, lehet, hogy hasznos lesz. Úgy fogom csinálni, hogy ide rakom ezt a kis doboznak alját, és akkor ide fogok dobni majd a kockával. Na nézzük, guberáljunk egyet. Hát, ha kapunk valami jót. Hatos, rögtön kettőt. Akkor én szerintem húzzuk fel ezt a... Húzzuk fel ezt az adatot, mert az amúgy is kellhet. Az egy. Itt van még egy adat. Akkor a másodikat meg innen húzom. Ó, van egy fém. Ez már így jó. Ez már így jó, azt mondja, hogy van, nem -e tudnánk még, mert lehet, hogy most minél gyorsabban kéne, amit lehet. Most ugye Bob fog jönni. Hát sajnos. Ja, még úgyis fogunk húzni kettőt, szóval teljesen mindegy. Ugye ez volt neki akkor egy akció, ugye a guberálás. Azt visszatetszük, azt az egyet már most lehet, hogy tényleg meg kéne hagyni. Azon gondolkodom, mert bár... Oda nanobot, hát oda neki egy, kettő, kettő, három. Aha. Ez lehet, hogy ez nem lenne olyan rossz. Vagy pedig, ha még ezt megjavítjuk. Hát, nagyon-nagyon, nekem ez az armori még itt, itt nagyon-nagyon meg kéne javítani. Az nem lenne olyan rossz, mert akkor Bob le tudna jönni, és meg tudná javítani. Feltéve, hogyha ha húzunk, jó, hát kockáztassuk meg. Sose lehet tudni. Tehát akkor még egy akcióért ezt a tokent is eltesszük, és akkor ezt is megjavítjuk itt a, a fegyvertárt. Bob úgyis otthonosan mozog a fegyvertárba. Na nézzük. Akkor ugye ez volt az első pázis. A második pázisban húzunk két kártyát. Egy, kettő. Ó, nagyon jó. Hát jobbat nem is húzhatunk volna, ami azt illeti. És akkor jön a sérülés sérülés éri a Medical Bay, itt a orvosi szobát, kapitány kapja, nem baj, a kapitány az, az mindig erős, ugye? Beszéltük, megmenti a világot is, most, még most pedig csak egy hajót kell megmentenie John kapitánynak. Na nézzük, akkor most jön Bob, hát akkor Bob nyilván hazamegy, úgymond a fegyvertárba, ha már ő a biztonsági főtiszt, azt mondja, hogy egy-kettő, és akkor ugye egy nanobot, egy energia, meg akkor egy fém ezt leteszi, és átirányítja az energiáját, akkor ugye ez volt egy, kettő, ez volt a harmadik, és még mindig van neki egy, amit viszont, amit viszont fel tudna használni, ugye valahogy be kéne védenünk azokat a azokat a szobákat, amelyek még, még épek, mert oda tényleg csak át kell menni és el kéne dobálni a megfelelő dolgokat, vagy pedig az, az ott közel van. Tehát én szerintem ezért az egy akcióért le kéne rakni mindenképpen egy-egy protection tokent, hogyha más nem látjuk, hogy kapitány egyszer majd ide fog tudni jönni. Most úgyis a kapitány jön, úgyis kettőt fogunk húzni, bízunk benne, hogy, hogy valami jót. Aztán pedig azt nem hiszem, hogy a dokinak ott lehetősége lesz arra, de minden esetre még legyen a másik. Talán legyen a kárgó hold, hogy ne kelljen nagyon kapkodnunk. hogy nem is tudom, hogy a hol. Hát, tegyük ide. Tegyük ide, mert... Igen. Igazából nem nagyon, nem nagyon vágom, mármint, hogy úgy most nem tudom, látom még, hogy melyik lenne a stratégiai fontos. Ugye medicalbe Medical az most volt. Ez most volt. Azt mondjuk kettőt érte? Á, hát lehet inkább ezt, hogy nehogy itt kapkodni kelljen. Igen, ez biztosabb. Na és akkor, ahogy mondtam, ő megkapja ezt a két emlékeztető lapot, hogy ő ugye lerakta ezeket a tokeneket. Vége az akciófázisának, húznia kell két kártyát. Hát húzzuk azt innen. Egy, kettő. Ó, nem rossz. Nem rossz, ezt meg tudjuk csinálni, és akkor lehet a, a, a sérülés pakli, egy kicsit át tudjuk majd variálni, de ha már a sérülés pakliról volt szó, nézzük, mit húzunk, engine room, na nézzük, engine room, itt van a fent, jó, akkor onnan is lekerül. Ismét John jön, na nézzük, John, én szerintem ezt mindenképpen át tudja irányítani azzal nincs gond. És akkor egy akcióért átjön, eldob egy egy adatot, egy energiát, meg akkor egy ilyen univerzálisat. Szerintem itt be lehet nyugodtan áldozni, hogy minél gyorsabban legyen. És akkor átirányítjuk innen is az energiát. És akkor ez ugye csak két akció, még van egy akciója, amiért megnézhetnénk tényleg ezt a három lapot. Egy, kettő, három, és Bármilyen sorrendbe visszatehetjük. Na ott a legénységi szálló, szállás az ott van, lehet az kéne utoljára. Mert hát ha, ha ő csak egy, kettő, egy harmadikkal meg tudná csinálni, bob. Van itt bridge, az nem baj, mert egyébként ott már, az már megvan. Van egy cargo hold, ami be van védve. Úgyhogy én szerintem akkor most jöjjön a bridge, és akkor legalább teszem a legénységi szállást. Na. Oké, okay, ez meg volt, nincs több akcióm. Húzunk kettőt. Hát nyilván kettőt, hogy minél több erőforrásunk legyen. Hú, hát azt még nem fogjuk tudni most megcsinálni. Ahhoz mindenképpen kell még majd kártya. Minden esetre, hát akkor most csodák, csodájára, hogy meglepetésre kihúzzuk a bridge, a hidat, és innen lekerül a token. Úgyhogy ez be volt védve. Ez nagyon jó. Akkor 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 most jön. Most jön a doktor. A doktor az szerintem. szóval uh -huh, van egy adat, lehet, hogy ezt meg lehetne, csak hát az kéne. Ahhoz kéne. Még kártya. Ugye meg távolról sem nagyon tudunk még. Hát hogy egyet. egyet kuberálni kéne. Egyet. Na, hát próbálj meg egyet guborálni. Nézzük meg, mit tudunk belőle kihozni. Három akció, kell az erőforrás. Négy, az még, az még jó. Az azt jelenti, hogy egyet, egyet kapunk. Én akkor azt innen húzom. Aha, nem rossz, nem rossz. Már hozzáteszem a nanobotokból, nem állunk olyan jól. Nem állunk olyan jól. Ú, viszont, ó igen, hogyha az meg lenne javítva. Kárgó hold. De jó lenne. Még az be van védve. És még van két akciónk. Két akciónk van. Nem nagyon tudjuk előkészíteni itt az utat. a. De hát a Bobnak most csak úgy tudjuk, hogyha... hogyha még guberálunk, szerintem, még legalább egyet, akkor guberálunk. Megnézzük, hogy mit tudunk belőle kihozni. Azt mondjuk még egy négyes, akkor még egyet húzunk innen, hát ha valami jót húzunk. Ó, két fém, ez már így jó, mert a legrosszabb esetben akkor oda fel lehet, fel lehet menni. Aha, oké. Okay. Akkor az, az ott meg lesz, ez biztos, mert ha más nem az univerzálist, az beáldozzuk, akkor még van egy akció, mert ugye eddig kettőt guberáltunk. Nem akarok harmadikat, mert már így is egy, 2, 3, 4, 5 lapunk van, úgyhogy innen kell majd húznunk, viszont az nem baj. Csak azért sem. Mert akkor legfeljebb igyekszünk majd olyat húzni, amiből kellhet. Mondjuk majd adatot, azt nézem. Adat. Igen, igen, vagy pedig. Hát nem, szerintem adat, az, az kell most jobban, mert ide is több adat kell. Jó, ezt szerintem ezt az egy akciót pedig elmentjük. Elmentjük. Mert most így nem látom értelmét, hogy bárhova feláldozzuk. És akkor húzunk egyet, ami... Ami, ami, ami... Megyünk csak. Lehet, hogy mégsem adat kéne. A medical bait azért, azért ez jó lenne majd hamarosan ott is foglalkozni vele. Ahhoz viszont kell majd inkább energia, úgyhogy egyet húzunk onnan. Ó, ott lesz a nanobot, az nagyon is jó. Na, akkor most jön Bob. Ugye a tokenek lekerülnek, úgyhogy ezeket a kártyákat visszatesszük, és a tokenek lekerülnek, mert megint ő jött. Ja, bocsánat, még, még itt egy sérülés azért megint, ezt mindig elfelejtjük. Cargo hold. Viszont azt hiszem, onnan vettük le a sérülést, ugye? Úgyhogy onnan, most akkor az a sérülés, ami ott volt, akkor az most kerül le. Úgyhogy az hasznos volt, nagyon is hasznos volt. Azt mondja, hogy... Hogy, hogy, hogy... Uh, mondjuk ez szerintem azt jelenti, hogy egy darabig... már nem, mert mindjárt jönnek a kettesek, úgyhogy azért arra is oda kell majd figyelni. minden esetre Bobnak most van három akciója, és az biztos, hogy... Hogy, hogy, hogy... Uh, egy, kettő és akkor ezt pedig eldobja, ezt csak meg kéne csinálni, még hogyha univerzálissal is, eldob két vasat, meg egy, meg egy nanobot univerzálisat, és átirányítja itt ezt a szobát. Ez volt a harmadik akciója. És egyébként most úgyis a crew quarters-t fogjuk húzni, most nem baj egyébként, mert amikor már át van irányítva, akkor már könnyebben fogjuk tudni majd javítani ezeket a szobákat. ez volt három akció, akkor megint húznia kell majd kártyát. Most kérdés, hogy honnan akarunk húzni kártyát. Hát azt, igen, oda jó lenne, csak oda kell, nanobot is. Oda is kell. Ké mondjuk ott már van, minden megvan, csak. Ó, nanobot. Hát, húzzunk kettőt innen. Egy, kettő. Á, nincs nanobot. Nincs nanobot. Na nem baj. Oké, okay. egy, kettő, három volt, igen, na nézzük, akkor húztunk kettőt, sérül a hajó, igen, ez nem meglepő, ugye a legénységi szállás, Bob, mint egy hős, ugye, de hát ő bírja, biztonsági főtiszt, és akkor most jön John, na Johnnak, hát hogy Johnnak érdemes lenne megint megnézni, hogy milyen, milyen sérülések lesznek és honnan, egy, 2, 3, az egy akció, azt szerintem teljesen, ú, uh, már most jönnek a kettesek, na, egyszer lesz egy Repair Center, azzal semmi baj nincs, az Armory is teljesen jó, Crew Carters, meg a mess Hall, hát, azt minél hamarabb meg kéne egyébként, mert egyedül az van benne, ami még nincs megoldva, úgyhogy ezt teljesen alulra teszem, Armory, Repair, jó, most a Repair-t azt húzhatjuk, ez volt neki egy akció, az a hogy hiába megyek oda fel, ó, viszont lehet, hogy ide, ide tudnánk, és akkor hát, ha, hát, ha mer egy, igen, ugye ez nincs rajta a következő kártyákon, úgyhogy hát, ha meg tudjuk oldani, akkor ez kettő, és akkor ez pedig három, ezt javítjuk, ezt a fémet, és akkor ennyi volt az ő akciója akkor húzunk, mennyit? Hát szerintem, ha oda át akarunk menni, akkor most minden, mit, mi, most ja, várjunk, most akarunk, oda is kéne, oda adat kell, oda meg két adat kell, Ó, viszont nincs nanobot, az a baj, hogy hiába, de nanobot nélkül nincsenek jó kártyák, meg ő egyébként távolról is tudná javítani, akkor lehet, hogy lehet, hogy arra kéne rámenni, hogy akkor ő távolra, hogy a vitgasson. Hogy is van plusz egy akciója. Húzunk kettőt. Egy, kettő. Ajajajajajaj. jaj. Jó, és akkor húzunk egy sérülést. Azt mondja, hogy Ripper Center. Oké, okay. ez most annyira nem, nem biztos, hogy rossz. És akkor most jön Bob. Hát ahhoz, hogy Bob bármit tudjon csinálni, távolról főleg, ahhoz a Repair Center-t mindenképpen meg kéne oldania. Bár nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem kéne átjönni az Engine Roomba, és inkább, inkább ott javítania. Ez pont három akció, csak az a baj, hogyha oda meg két adat fog kelleni. Igen, tehát az biztos, hogy két adatot félre kéne tennünk. Hát, hogy guberálunk egyet. Lehet hét, hét lapok ezünkbe, csak a forduló végén kell hat, hatra le. Nézzük csak. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... Egy, kettő, három. Hát, igen. Igen, igen, igen. igen. Négy. Akkor egyet, egyet kapunk. Akkor ezt el tudjuk venni. Biztonság kedvéért. Jó, akkor e, hát ezt nem tudom, mert még van neki akkor még két akciója. Két akciója van. Én szerintem akkor egy akcióját, a Mass volt, azt meg tudja javítani, az akkor ez a második. Ez a második. És azt mondja második. Akkor lehet, hogy ide kéne a harmadikat. Ezt, ez lenne a harmadik, ja, ú, bocsánat, mert, uh, nem jó, ahhoz, hogy ezt meg tudja javítani, először, akkor ez a második akciója, hogy ezt megjavítsa, akkor ez a harmadik, hogy ugye ezt a nanobotot itt megjavítsa, ugye a volt, és akkor a negyedikkel, a negyedikkel fogja ezt megjavítani. Igen, mert távolról addig nem tud javítani, amíg nem, a szoba nincs ö, megjavítva, így viszont tényleg minden akcióját felhasználta, és akkor hát húzunk kettőt innen, egy, kettő, teljesen jó, és nézzük a sérülést, ezt tudtuk jól, Armory, ez még teljesen belefér, nagyon jó. Most jön Bob, na nézzük Bob, egyel átjön, ez egy, Eldob két adatot, egy adat két adat, meg egy energiát, és átirányítja az energiát a kantinból. Akkor ez kettő, és akkor még van neki egy akciója. A kérdés, hogy mit akarunk ezzel az egy akcióval, lehet, hogy el kellene kezdeni ö, mm, mozgatni, most már ez a rész megvan. Lehet, hogy át kéne vinnünk ide. Három. Meglátjuk, meglátjuk, húzunk kettőt innen. Egy, kettő. Ó, oh, 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 az most már nagyon belátható közelségbe került. Én azt nézem, csak kéne még egy adat. Kéne még egy adat. Jó lesz az. Jó lesz az. Na, viszont ez ide is kéne adat, mindenhova kéne adat. Na nézzük a sérülés, ugye ez még bele volt kalkulálva. Azt mondjuk hogy a legénységi szálló, meg a messhol. Így van, de most már az megvan. Hát, hogy elnyitva az energia, úgyhogy már most annyira nem, nem olyan nagy, nagyon vész. Vészes a dolog. Na, most jön John. Azt mondja, hogy Johnnak mindenképpen kéne egy adat, úgyhogy én szerintem John guberál egyet. Bízva abba, hogy ezt az adatot fel tudja húzni. Az nagyon jó lenne. Na nézzük. Utána már egyébként most már elég, elég jól állunk. Sőt, kettő. Akkor nem. Na jó, egy akció volt, akkor a guberálás. nem baj, megpróbálom még egyet, hát igen. Végül is a raktérben van, ott biztos nincs sok dolog, amit lehet találni egy, egy raktérben, a rakományok között. Próbálj meg megint. Mert hát, ugye a kapitány jobban tud, ö, jobban tud parancsokat adni, mint, mint, teljesíteni, meg keresgélni. Na, nézzük. Ötös. Na, azért ez már egy kicsit szebb. Ez volt akkor a második akciója Johnnak, erre felhúzzuk ezt az adatot, és oké, okay. és akkor a harmadik akcióval pedig ezt mindenképpen, hogy kell nekünk egy adat, egy nanobot, meg egy fém, akkor a harmadik akcióval átirányítjuk az energiát a Cardo Hold raktérből is. Na, ezután húzzunk szerintem minden kettőt, egy, kettő, ó, nagyon jó, nagyon jó. Bizony hogy nagyon jó, a Medical B-t, azt meg fogjuk tudni csinálni, ez biztos. Ja nem, oda, hát de, mert végül is ezzel a kettővel, meg egy univerzálissal, azt meg tudjuk csinálni, ez a kettő meg pont jó, csak most az, hogy nem ő jön, most nem ő jön, hanem, hanem hanem a doktor jön, de még mielőtt jönne a doktor, jönnek a sebzések, úgyhogy, ó jó, mégsem, vissza minden, mert a Medical Bay az még egyet sérül, valamint uff, az is sérül még egyet. Na nem baj. Na nem baj. Ez nem fog minket nem fog minket elkedvetleníteni, ugyanis a doktor, egy hős, ugye ő most, ő most a Repair Centerben van, ami azért nagyon jó, mert egy akcióért, egy akcióért, egy fémért, meg tudja javítani ezt. És az mindegyiket, mert ugye ott már át van irányítva. Á, hát igen. Hát úgy látszik azért a doktor hamar megtanulja, javít, úgymond, mint a hajót is a betegének tekinteni, nem csak az embereket. Úgyhogy egész jól csinálja a dolgát. Úgyhogy ez volt neki egy akció. Valahogy ezt kéne még egy akcióval, legalább egyet. Legalább egyet. Hát igen, legalább egyet, hogy nehogy, nehogy elveszítsük. Legalább egyet rá kell még. És akkor... És akkor ugye az volt egy akció, két akció, utána pedig guberálunk egyet. Nézzük csak. Egy guberálás. A harmadik akciójáért. Hízunk benne, hogy legalább egyet tudunk húzni vele. Kettő. Nem. Hát, 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 Na nem baj. Na nem baj. Biztos, hogy ide még kell nekünk majd egy ilyen, meg egy olyan is fog kelleni. Uh, 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 uh. Az vagy egy ilyen is, meg egy olyan is. Most kockáztassam meg, hogy húzunk, és akkor majd meglátjuk. Hát húzunk kettőt. Meglátjuk. Egy. Kettő. Ü, nem rossz. Nem rossz. Oké. Okay. És akkor nézzünk egy sérülést. Engine room, Medical Bay. Nem. Mondjuk hozzá hogy most el, elbuktuk volna, hogyha nem javítunk rajta. Engine room, hol az engine room? Ujjjjjjjjj. az engine room is bajban van. Nem picit, nem picit van bajban. Engine room, meg Medical Bay, megint. Hajjójó. Pont az a két szoba, ami még nincs javítva, hogy nincs átirányítva a, a, az energia, és akkor most jön Bob. Bob, akinek csodát kéne most tennie, mert hogy bármelyiket, az hogy mind a kettőt nem tudja, ha csak egy, kettő, Öj, nem, nem, nem tudja mind a kettőt. Nem tudja mind a kettőt. Hát annyit tudunk tenni, annyit tudunk tenni, most sajnos, hát hogyha Bobnak ott kellett volna maradni ezen a környéken, mert legalább akkor a, a feladatát tudta volna, a pajzsot, a pajzsgenerátort tudta volna úgy irányítani, hogy erre a két szobára, de nincs reakciója, mert ugye 1-2, és meg kéne javítani. Meg kéne javítani. Lehet, hogyha igen, hogyha a doktor nem bőszen guberált volna, hanem még egyet javított volna ezen, akkor előkészítette volna, de hát a doktor se tudta, hogy hogy még két szoba lesz majd itt kritikus. Nem baj, talán egy olyat meg tudnánk csinálni, hogy 1-2, és akkor megnézzük ezt a három lapot megnézzük ezt a három lapot, és úgy rakjuk be, hogy, se, úgy véletlenül se ezek jöjjenek. Mert most már ezek kettesek jönnek. Azt mondja, Ripper Center Cargo Hold, az mégis nem rossz, Bridge Cargo Hold, az még jobb, úgyhogy lehet, hogy most ez jön először. Armory Mess Hall, Armory Mess igen. Az, hogy a Ripper Center nem akarom elveszíteni még egy darabig, amíg a doktor nem, megint nem jön mert ő még azért sok mindent fog tudni tenni, hogy őt teszem alóra, akkor most jöjjön a bridge, és a cargo hold, igen, és akkor utána lesz majd az armory, meg a mess hall. Jó. Hát, mondjuk hozzáteszem, hogy nem kellett úgy alakítani, mert nem jöttek fel, de ez azt jelenti, hogy már nagyobb valószínűséggel jönnek majd most. Na minden esetre mi most húzhatunk egyet, húzhatunk egyet, hmm. mert ugye 1, 2, 3, 4, 5, akkor húzzuk fel őt. Egy, ez biztos, hogy fog kelleni. lenni. Tehát ez az, ami biztos, hogy kell. Ó, jött még egy, úgyhogy nincs baj. És akkor felhúzzuk a sebzést, vagy hát sebzést, sérülést, sérüléslap, ugye a bridge, meg a cargo hold. a raktér, és akkor most jön a kapitány. Csak a kapitány nem sok mindent fog tudni csinálni, az az igazság. A kapitány most nem sok mindent tud. Esetleg... Jaj, nem. Nem, nem, nem. Hát mindenképp a kapitánynak érdemes oda menni, és akkor a medical bait, mert azért ezt csak be kell védeni. Egy, kettő, és akkor egyel megjavít. És akkor majd a többi javítást azt nyilván majd megpróbáljuk később és akkor ez volt három akció, egy kártyát húz, mert ez fog kelleni ide, egyet kicsapunk, és akkor húzunk egy sérülés lapkát, ami ugye az ármori, de ezt tudtuk, meg a kantin, a mess hall. és akkor most jön a doktor, azt mondja, hogy a doktor, doktor, ő szerintem nyugodtan távolról gyógyíthat, most úgyis a, a Ripper Center fog jönni, még most nem biztos, hogy érdemes neki onnan elmozdulnia, úgyhogy lehet, hogy egy-kettő, kettőért megjavítja itt egy ezt, egy-kettő, valamint egy nanobotér azon is javít egyet, ez 3. Ez három, és egyébként majd adatot kéne, de hát az most nincs húzunk kettőt innen bízva abban, hogy jön egy adat. Ó, nagyon jó, nagyon jó. És akkor húzunk egy sérülés lapkát, amit tudunk jó, hogy most ugye még időben a Cargo, vagyis a Ripper Center, meg Cargo hold, most már azok is azért kezdenek kritikusak lenni. És akkor most jön Bob. Most azon gondolkodom, hogy, hogy Bobnak érdemes lenne inkább ide jönni, mert egyébként a Medical Bay az, az már most megvan. Medical Bay megvan, meg ha tudunk szerezni még egy... Ö, most, igen, egyébként jó volt, még azért van sok minden. Ajajaj, ajaj, őt ott kéne hagyni. Akkor lehet, hogy ezt a dokinak kéne majd, és akkor Bobnak inkább ö, ezekre kéne koncentrálnia. Szerintem egy, kettő, három, az a vagy ott is csak három és még nem fogjuk tudni használni a... a... Ajaj, 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 ajaj. nem, nem lehet volna szabad onnan elmenni? Vagy megint nyilván használhatjuk azt, hogy megjavítjuk inkább a, a bridge, és, és megpróbáljuk úgy csinálni, hogy, hogy okosan, hogy, a, hogy azokat sérül, azok sérüljenek, amelyek, amelyek nem olyan nagy problémásak. Csak hát nyilván az a baj, hogy ha mindegyik lap rossz lesz, akkor, Várjunk csak, egy, kettő... Na jó, akkor én egyet javítok itt. Javítsunk itt egyet. Nézzük meg a három legfelsőt. Egy, kettő, három. Ó, és most már jönnek a hármasok. Bridge Armory. Ó, az nem biztos, hogy jó. Bár de, mert egyébként utána csak át kéne jönni, ha nem lesz több armory. Az a baj, hogy lesz. Akkor azt kell utoljára tenni. Engine Room Repair Center. Engine Room, oly azt is pedig, hát azt nagyon nem kéne. De muszáj, mert Repair Center, meg, meg a Medical Bay, azt most meg kell csinálni a következő körbe, úgyhogy ezt mindenképpen vagy második, vagy utoljára kéne. És én szerintem, legyen ez második. Legyen ez a második. És akkor legyen a Bridge, meg a... Ó, várjunk, hogy is van? A bridge legyen most elsőnek, ez biztos, meg az ármari, mert... Igen, és akkor ugyan, ez ez a hármas pedig legyen utoljára. És akkor engine room repair center. Hát próbáljuk meg. Azt hiszem jól gondolkodtam. Most ez jön. És neki még van egy akció egyébként, hogy nyugodtan át, elkezd átjönni majd az ármoriba, majd hogyha, hogy ő ott majd ott tevékenykedjem, és akkor van nekünk azt 1 egy, kettő, három, négy. négy lap. Húzunk kettőt, az adat úgy is kell. Húzunk kettőt. Egy, kettő. Hú, ez nem biztos, hogy pár, a... de ahhoz jó. Csak hát oda még más is kell, de nem baj. Nézzük, mit is húztunk, vagy mit mondtunk. Azt mondja, a sérülés, a bridge, meg az armory, igen. És akkor most jön John. John ezt meg tudja csinálni egy akcióért. Ugye itt van két energia, meg egy adat. Hoppá. Két energia, meg egy adat. John azt eldobja. Ez egy akció, és átirányítja a energiát. És most két, két akciót fel tud áldozni, hát ugye John a hős, azért, hogy adjon hármat a többieknek. És én szerintem szükség is lesz rá, a Doki kap mindenképp egyet, szerintem Bob, vagy lehet, hogy a Dokinak kéne kettő, Bobnak meg plusz egy. De legalább egy legyen azért Bobnál is, én szerintem. Mert az egy, kettő, három, négy. Hát, ha jó esély van, akkor igen, a Dokinak elég lenne annyi. Egyébként, csak hát az, hogy neki kártya is kell. Úgyhogy még gyanús, hogy most gyanúsan gondolkodom, hogy lehet, hogy Dokinak kéne adni, mert hogyha Doki meg tudná oldani a következő körben ezt, ugye neki legalább 1-2-3, az 1-2-3, igen. De várjunk már, most azon gondolkodom, hogy jön, ja, nem, az álmodit, azt még most nem kéne felhúzni. Azt mondja, neki lesz majd egy. Jó, inkább a doki, mert oda nem tudom most mennyi fog kelleni, hogy hogy lesz. Mert lehet, hogy is kell. Úgyhogy adjuk neki, és akkor húzunk kettőt. Húzunk kettőt. Az, hogy még kettő legyen, mert most innen is fog, az biztos, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezek, mert akkor innen csak egyet húzhatunk most. És adat is kell, két kétfajta is kell, úgyhogy egy, ajaj, Ajajajajaj, ajaj, ajaj, nagy a baj. Hát ennyi, ennyi, nanobot azért nem. Ennyi nanobot azért nem. Na mindegy, meg, meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Most még jön a sérülés. Ugye az Engine Room és a Repair Center. Hát igen, távolról nem nagyon tudunk most így mit csinálni. Az Engine Room. Igen, ha oda legalább nanobot kell, annyi van. Az legalább egy jó dolog. És akkor most jön egyébként a doktor. Most jön a doktor. Azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy. Hát, ha átmegyünk, az a hogy három akció csak, hogy ezt megoldjuk, ha lenne rá kártyánk. De valójában még kártyánk sincs rá. Úgyhogy ahhoz, hogy egyáltalán bármit tudjunk csinálni, hogy bármit tudjunk csinálni, és a Ripper Center-t hagyni kellett volna, mert hogyha most még az is lejött volna, legalább egy nanobottal az egészet meg tudtuk volna javítani. Így viszont az sem. Hát, hogyha kettő tudnánk guberálni és jó lenne, akkor, akkor az kettő, három, négy, öt, hat. Ó, az még mindig nem elég. Az nem elég, sajnos. Ó, de nem jó jöttek a lapok, és most, hogyha az a baj, a Ripper Center, az nem működik. Move, me, move player meep room. Oda már pedig mindenképpen át kell menni, ez, ez, nem kérdés, tehát ide át kell jönni. Egy, és javítani kell egyet rajta, hogy nehogy véletlenül baj legyen. Kettő. Akkor ö, mindenképpen guberálunk egyet. Azt mondja, hogy ö, igen, egyet tudunk guberálni, akkor legyen ez. Kicsapunk egy, persze, nanobot, tehát akkor volt egyszer, ugye egy, kettő, meg három a guberálás. Akkor még a negyedikkel javítunk egyet. Guberálunk még egyet, egy ötödikkel. Várjunk csak. Várjunk csak, most azon gondolkodom, hogy az ármori az most fog jönni. Az ármari az biztos, hogy most fog jönni. Én szerintem. Nekem úgy rémlik, hogy húztunk, mert ő volt, igen. Gyanús, hogy az ármarit oda beraktuk, és az most védtelen. Úgyhogy várjunk csak, hogy is volt. guberátunk egyet, és az volt ez. Az volt ez. Na várjunk, várjunk mert hogy is kéne? Hogy is kéne? Az a baj hogy így nem fogjuk tudni megmenteni. Hát gondolkodjunk. Nem is tudom, hogy hány akciója volt. Volt neki összesen ugye három, innen átmentünk egy, kettő, és a harmadik volt a guberálás. Ugye? Yeah. Egy, kettő, igen, akkor ezt még nem javítjuk meg. Tehát egy, kettő. A guberálás volt a harmadik. Hát ez csak úgy lehet, hogy ha biztosra akarok menni, hogy ne legyen baj, Ugye az volt a harmadik, mert biztos, hogy itt voltunk. Egy, kettő, guberálás volt a három, akkor vissza kell menni 4. ezzel javítunk, 5, és akkor ezek is lekerülnek már, 5, és egy nanobottal javítunk távolra 6 ide, mert én szerintem most ez fog jönni, az ármori, és azt be kell védeni mindenképpen. És akkor ezzel 6, ez hát sajnos nem úgy jött ki a lépés, ahogy terveztük, de legalább most megint tudunk távolra mozogni. Jó, akkor akkor, akkor, hát nem is tudom, nem is tudom, hát csak húzunk innen kettőt, egy, kettő, ú, uh, ez már jó, ez már most jó, ezzel már ezt meg lehetne csinálni, úgyhogy már most valahogy csak vissza kéne jutnunk, majd legfeljebb John, John lesz a hősünk, már látjuk, de nézzük, csak jól emlékeztem, igen, 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 jól emlékeztem, Medical Bay, Rip uh, és a Ripper Center is, még jó, most megcsináltuk, igen, de itt az ármori volt a, a, hogy nehogy, hogy tényleg akkor a sérülés érje. Oké, okay. akkor most jön Bob. Hát én szerintem, én szerintem, hogyha Bob jön, olyan sok minden nem fog tudni most csinálni, mert én nem nagyon akarok rá most uh, igazából. Az, hogy az összes erőforrás pont kell. Tehát egyel oda megy, egyel felmegy, ezeket eldobja, és akkor az megvan, és utána már csak a doktornak be kell mennie. Úgyhogy, úgyhogy én szerintem Bob, Bobnak teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Maximum olyat lehetne csinálni, várjunk csak. Aha, egy olyat lehetne. Bár egyébként az is teljesen mindegy. Most gondolkodom, hogy, hogy Hát, de egy csináljunk olyan nagy, olyan, 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 akkor már valami értelmeset csináljunk, egyel átmegyünk, egyet, egyet, javítunk, és akkor meg tudjuk nézni a következő három lapot, hogy legalább felkészüljünk arra, hogy mi fog jönni. Bár itt már egyébként nem lesz nagy gond. Azt mondja, hogy a Crew Carters Armory az kibírja, Cargo Hold, oké. Okay. csak Mehet felőre, viszont akkor a Cargo Hold többet nem sérülhet. Azt mondja, hogy bridge, medical bay, Mass hall, Ez maradhat másodiknak a kár, akkor a cargo utoljára. És akkor van még egy bridge, egy engine room. Azt hiszem, nem sérülhet. Akkor mégiscsak ezt teszem alulra, a kárgóoldost ide, és akkor a bridge pedig ide. Na, hát legalább ennyi hasznos dolgot tudott csinálni, mert ugye átjött egy, javít, megnézte. És akkor húzunk kettőt. Viszont most azért nem húzunk kettőt, mert ugye mivel egy nanobotot használunk, persze ezt a nanobotot visszahúzzuk. Azért is mertem átjönni, hogy biztos legyek benne, hogy lesz neki. Oké, okay. és akkor felhúzzuk a következőt. Akkor ide jön a, a bridge, a medical bay és a mess hall. Ajaj, igen. És akkor most jön John, a hős, átjön. És John Mann, agy, Mann, már rádi üzenettel mondja a doktornak, hogy fuss, fuss az energiakorba a doktor. De hát mit kell ott megnyomni, én doktor vagyok, nem baj. Ő gyorsan a kapitány a Engine roomba, akkor javít egyet, kettőt, és nem tudja megcsinálni, mert azt nézem csak, hogy át kellett jönnie. Ó, oh, oh, Akkor mégsem, mégsem fog walkie talkie itt a, a dokinak hanem Bobra vár majd itt a nemes feladat, a megmentés, mert egy kettő ugye egy, egy átment, három, négy, vagy ugye egy, kettő, három, jó, akkor ennyi, akkor viszont húzunk kettőt, egy, hát mondjuk eltizételtett hát volna mindegy kettő, hát, mondjuk jött az is, 2, és akkor nézzük, hogy mit húztunk fel. Azt mondja, hogy, hogy hogy, hogy, hogy Crew Quarters Armory Cargo Hold lemegy. És akkor most jön a Doki. Egyébként a, de, hát a Doki meg tudja, az egy, várjunk csak egy, kettő, három, ah, oh, egy akció kéne neki is, mert most távolról azért nem tudni csinálni, hogyha, ha meg lenne, ó, meg lenne, de nem, mert oda úgyis át úgyhogy ő mindenképpen átjön most, eldob akkor két nanobotot, meg egy fémet, meg egy fémet, és akkor az ugye egy, ugye kettő, a második akcióval átirányítja a energiát, egy, kettő, egy akciót egyébként pedig én szerintem elment. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, mert most már ő elvégezte a dolgát. Húz két kártyát, vagy akár egyet, mert most már meglátját, most ahogy láthatjátok, most már minden megvan, felhúzzuk akár ezt a kártyát, teljesen mindegy. Húzunk még egyet, de azt hiszem ezt is láttuk, és nem lesz itt annyira nagy gond a Crew Carters, a Bridge, és a Engine Room, még jó, hogy ezt most ugye ilyenkor időzítettük, és akkor most jön Bob, akinek egy, kettő, és aktiválja a szobát, amikor is újraindítjuk az energia magot, és sikeresen biztonságban elhagyjuk a, ezt a ezt az űrt, úgymond elmenekülünk ettől a napkitöréstől, még mielőtt bármi baj lenne, és több problémát okozna itt a, az van. Na, hát ahogy láthatjátok, az elején nagyon szerencsésen jöttek a lapok, aztán egyre inkább azért kezdtek egy kicsit azért aggájaim lenni, hogy mi lesz. Elég sok lapunk van még, úgyhogy annyira azért, azért elég jól sikerült megoldani ezt a, ezt a kis problémát. Volt még két, még két sérüléslap, Egyébként, hogyha ezt a két sérüléslapot is felhasználtuk volna, onnantól kezdve nem sérülés érte volna a hajót, hanem dobni kellett volna kockával, és, és annak fényében, hogy egyet, kettőt, hármat, négyet vagy ötöt, hatot dobunk, annyi lapot kellett volna kidobnunk. Tehát a, az erőforrás pakliból már pedig tudjuk jó, hogy amint elfogy az erőforrás pakli, akkor rögtön vége a játéknak. Tehát ilyenkor a játék átvált elég komoly, komoly módba, tehát ott már, ott már nagyon meg kell fontolni, hogy kettőt húzunk innen, vagy csak egyet, mert, mert ugye a maga a mechanika is onnan kezd el kidobálni, de szerencsére mi idáig nem jutottunk el, a helyzet nem eszkalálódott ennyire, úgyhogy sikeresen megmentettük a hajót, ugye mind a hárman egy hősök, a kapitány is, a doktor is, meg Bob is. Na, Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a játék. Én szerintem ez egy nagyon kis kellemes, ilyen pandemikhez hasonló kis pici játék, amit így azért utazásra könnyebb vinni, mint a pandemiket. Hasonló érzetet ad. Remélem, hogy sikerült visszaadni, hogy a játéknak a, a, az érzetét, hogy milyen vele játszani. Na, találkozunk akkor a következő videóban.